Itt a második vitrínben látjuk az elektroncsöves rádiókat, amelyhez már csatlakoztatható volt a hangszóró is, és ezeknek áramfelvételre volt szükségük. Egy közel 100 éves készüléket mutat be az érdeklődőknek ezeken a felvételeken Kocsis János. Kezdetleges készülékek és különleges ritkaságok tekinthetők meg itt ezekben a tárolókban. A Rádió Történeti Múzeumban annyi volt az érdeklődő, hogy szinte kevésnek bizonyult a hely. Az elmúlt napokban a távközlés világnapjának apropóján hirdettek programokat. 1865. május 17-én Párizsban 20 ország képviselői aláírták a Nemzetközi Távközlési Egyesület létrehozásáról szóló alapító okmányt. Ennek emlékére tartják a világnapot. Május 17-én 1865-ben Párizsban 20 ország csatlakozásával létrehozták az első távközlési egyezményt, ami hát akkor kizárólag a szallagírós távírónak a bizonyos jogi kérdéseivel foglalkozott, és mintegy 100 év múlva ezt a napot, május 17-ét nyilvánították a távközlési világnappá. A múzeum az országban egyedülálló emlékeket vonultat fel, így értő szakemberek segítségével a laikusok is érdekes dolgokat tanulhatnak. Itt az elektroncsőgyártás jelenik meg. A készülék, amit itt középen látunk, ez egy elektroncsővizsgáló berendezés, és itt látjuk előtte ezeket a pici, apró kis úgynevezett színüveg elektroncsöveket, amely egy kiváló magyar világszabadalomnak az eredménye. Tulajdonképpen ezek az elektroncsövek tették lehetővé, hogy az Egyesült Izzó a 1940-41-ben már képes volt rádiókommunikációt folytatni az 1 méter alatti hullámhosszokon. A múzeumban a gyulavári születésű fizikusra, Bai Zoltánra is emlékeztek, aki holdradar kísérletével is beírta magát az egyetemes fizika történetébe.